kérdés. Jó. Én most eszem a fülket, átka. Thank you.
Nézd, ott lakott. Onnan nézett a vízre, s töprenkedett a véres hőskoron. Amikor már nem volt egy hű vitéze, bástyája lett a Várhegy és a Rom. Zúgott fegyveres haragja, ő néma úr volt, és fegyvertelen. Kemény hátát a kőnek megvetette. Támadj, világ! Támadj, történelem! És hallgatásban csendet ért a lelke. Zaj és dicsőség, vér s viszály után. S csak nézte, évek s hullámok szaladnak az áradó és lankadó Dunán. Tisztelt hölgyeim és uraim! Április Lajos Királyasszony kertje című versének részletében arra a görgeire emlékszik, aki a számüzetésből hazatérve egyenes gerinccel és álhatatos hazaszeretettel itt élte mindennapjait Visegrádon, és aki előtt tisztelegve születésének jubileumi évében ma összegyűltünk. Felkérem Félegyházi András polgármestert, mondja el köszöntőjét. Tisztelt köztársasági elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt dandártábornok úr, tisztelt ünneplő közönség. Visegrádon a múlt a jelenben él, és ha Visegrádon él a történelem, úgy élnek azok az emberek, személyek, akik által a mindennapok visszatekintve történelemmé nem esednek. Görgei Artúr és Visegrád között személyes kapcsolat alakult ki, és Visegrád vigyázza, éli és élteti ezt a kapcsolatot. Nekünk Görgei Artúr nem csupán a történelem egyik legnagyobb hadvezére, nekünk ő személyes ismerősünk. Itt élt közöttünk. Ezért gondoltuk helyén valónak, hogy nekünk itt Visegrádon nem a hadvezérnek, a csatamezők hősének, hanem a mi görgeinknek, az embernek kell emléket állítanunk. Idézve szoborpályázatunk kiírásának szövegéből, a megbízó szándéka szerint annak a görgeinek állít emléket, aki számüzetéséből hazatérvén sorsát emelt fővel és egyenes gerinccel viseli. A szobornak ezért a középkorú, illetve az idős tábornokot kell ábrázolnia, aki a történelmi hitelességnek megfelelően nem egy megtört aggastyán, hanem a sors igaztalan csapásait igazságának és erkölcsi erejének tudatában viselő erős férfi. A tábornok emlékezetére Magyarországon 1945 után először Visegrádon a Mátyás Király Múzeumban rendezte kiállítást. Tudományos írásszakot ugyanitt 1986-ban, 2009-ben és 2016-ban kiállítás nyílt életének visegrádi korszakáról a Mátyás Király Művelődési Ház és a Mátyás Király Múzeum együttműködésében. A 90-es években az önkormányzat helyi intézményekkel, vállalkozásokkal, a visegrádiakkal együttműködve helyreállította a Görgei bércen lévő emlékművet, éppen 25 esztendővel ezelőtt emléktáblával jelöltük meg visegrádi lakóhelyét. Ettől kezdve minden év május 21-én, halálának évfordulóján, mely Budavár visszavételének napja is, ennek emlékezetére a honvédelem napja, megemlékezünk a tábornokról. Ebben a hagyományban élve nyitottuk meg 2016. januárjában a görgei emlékéveket, halálának 100. évétől születésének 200. évéig, az idei esztendőig. És hogy ezt az elmúlt mintegy 3 esztendőben tehettük, kiállítással, konferenciákkal, előadásokkal, koncertekkel, megemlékezésekkel, szoborpályázattal és szobrok állításával, most köszönetet mondunk mindenkinek, aki ebben társunk volt, aki ebben segítségünkre volt. Köszönöm a Görgei Emlékbizottságnak, különösen Mikesi Tamásnak a munkát, és a kitartó hitet, a nem lankadó lelkesedést. Köszönöm Gróf Péternek és Gró Gáspárnak a folyamatos szellemi háttértámogatást.
Köszönöm minden munkatársamnak, különösen Gersmeyer Beánás Grósz Gábornak, akik azokban a bizonyos, apró részletekben rejlő nehézségeket mindig megoldották. Köszönöm a szoborpályázaton résztvevő művészeknek és a bírálóbizottság tagjainak az értő és odaadó munkát. Köszönöm ifjabb Szlávics László szobrászművésznek, akinek alkotását Görgei Artúr születésének 200. évfordulóján idén januárban avattuk fel a Városházán, és köszönöm Skok Ivánnak, megkülönböztetett tisztelettel köszöntve itt őt, akinek szobrát ma avathatjuk, aki életet lehelt a bronzba és az agyagba. Köszönöm azok munkáját, akik a szobrok kivitelezésénél szaktudásukkal alkotótársai voltak a művészeknek, Meszárek Györgynek és Mihály Gábornak. Köszönöm a Honvédelmi Minisztériumnak, valamint a Honvéd Kulturális Egyesületnek ügyünk nagyvonalú támogatását. Köszönöm dr. Simicskó István honvédelmi miniszternek, hogy elvállalta ünnepi eseménysorozatunk védnökségét. És természetesen mindenek előtt köszönöm Áder János köztársasági elnök úrnak, úgyis mint a Magyar Honvédség főparancsnokának, hogy elfogadta a Görgei Emlékévek fővédnökségi fölkérését, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és együtt leplezhetjük le Skok Iván alkotását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Erre a szoborra, az emlékezésre nem az immár több mint egy évszázada eltávozott tábornoknak van szüksége, hanem nekünk, visegrádiaknak, akiknek ő személyes ismerősünk, és egész nemzetünknek, hogy Görgei Artúr emberi minőségét tiszta szívvel a magunkénak tudhassuk, nem csak katonai zseniként, nem csak tudósként, de igaz férfiként, emberként tisztelve őt. Köszönöm, megtisztelő figyelmet. Felkérem Áder János, köztársasági elnök urat, a Magyar Honvédség főparancsnokát, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megemlékezők! Még mielőtt a beszédhez hozzáfognék, egy technikai kérdés. Mert az imént láttam, hogy eléggé nagy frekvenciával mozgott a hang, hol erősebb volt, hol gyengébb. Lehet-e hallani egyáltalán a hátsó sorokban is az, ami innen a mikrofonról elhangzik? Lehet? Jelezték. Köszönöm szépen, mert annak semmi értelme nincsen, hogy önök idejönnek meghallgatni néhány ünnepi beszédet és nem hallanak semmit. De annak legalább annyira nincs értelme, mint hogy mi készülünk a beszédre, és nem hallják a mondani valónkat. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim! Nincs bennem annyi nagyra vágyás, hogy előre tolakodjak. De a legnagyobb mértékben megvan bennem az a nagyra vágyás, hogy vállaljam, amire másnak nincs bátorsága. Tisztelt megemlékezők, több mint 100 évvel ezelőtt itt, a Duna mellett sokan ismerték azt a szorgalmas férfiút, aki 56 esztendősen költözött erre a vidékre, hogy testvére birtokait igazgassa. A következő bő 4 évtized alatt Visegrád az otthona lett. Derűs öregúrként olyan volt, mint aki mindig is a hegyoldalhoz tartozott. Szőlőt gondozott, zöldséget ültetett, vetőmagokról levelezett, pontos számadást vezetett. Írók, tudósok, politikusok látogatták. A Görgei Latinovics villa és annak kertje gyakran volt hangos a közéleti eszmecseréktől. Alig, ha olyan élethez gondolhatnánk, amelyhez különösebb bátorság kell. Pedig a közel teljes évszázadnyi éles tekintélyes részét, élet tekintélyes részét legalább akkora bátorságra volt szüksége megélni, mint valaha harcolni a magyar szabadságért. Görgei Artúr a kiegyezés után hazatérhetett. Vállalta, hogy amire keveseknek volt bátorsága, nem tolakszik előre, nem kér nyilvános elégtételt,
nem próbálja mindenáron igazolni magát vádlói előtt. Csak azt számított, hogy 18 év internálás után végre itthon lehessen. Csöndes jelenléttel, munkával, igazának bizonyosságával némán fellebbezett. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy döntés a történelemben néha csak a rossz, még nagyobb rossz közötti választásról szól. Az utókor mégis könnyen ítél, immáron a maga mércéje szerint, könyörtelenül és gyakran igazságtalanul. A tények feledésbe merülnek, az érvek árnyalata eltűnik, a magyarázatok szálai felfeslenek. A megkopott valóság rajzolatában a leggyakrabban hangoztatott vélemény tűnik igaznak. Valahogy így halványultak el a közös emlékezetből Görgei Artúr érdemei. És így fabrikált belőle bűnbakot, egy keserű és igaztalan vád. Mintha kevés lett volna a csatatér fájdalmas vesztesége. Mintha egy megbélyegzett cselekedet, az árulás vágya a nemzeti tragédiát elviselhetőbbé tette volna. A magyar nemzet számunkra magasztossá nevesült élethalálharcát komoly viták, személyes nézeteltérések, bizalmatlanság kísérte. A legnagyobbak is tudtak tévedni. Mégis esendőségükkel és hibáikkal együtt hazájuknak a legtöbbet adták. Amikor mi mai magyarok rájuk gondolunk, fontos, hogy legendák helyett a valóságos szereplőket lássuk. Húsvérembereket, akik fontos döntéseik és a hazának tett szolgálataik révén hősökké váltak. Ilyen hős volt Görgei Artúr is. Aki annyira akarta a változást, hogy szimbolikus gesztusként lemondott nemesi nevének végződéséről, és 1848-tól pontos ível írta azt, nem úgy, mint itt az emléktáblán, mert itt még Y-nal van. Tisztelt emlékezők! Görgei Artúr rendelkezett az összes fontos katonaerénnyel. Szerette a rendet, a szakszerűséget. Bátor volt, gyors és merész. Bölcs taktikus, kockázatvállaló, de sosem vakmerő. Nagy lélekjelenléttel ragadta meg a kínálkozó lehetőséget. Katonai, politikai, humanitárius szempontból mindig a legjobb döntéseket hozta. Személyes sikere volt 1849-ben a tavaszi és a felvidéki hadjárat. Utóbbi során négyszeres túlerőt sikerült valószínűtlenül sokáig, bravúrok sorozatával több mint egy hónapon keresztül megfékeznie. Állandó aktív jelenléte miatt honvédjei odaadóan szolgálták. Világos mellett a szőlősi síkon őszintén megsiratták. Ők jól tudták, hogy a magyar honvédség fővezére az egyetlen lehetséges, józan és igazolható döntést hozta meg. Bekerítve, utánpótlás nélkül, lőszerhíján, hatalmassá duzzadt túlerővel szemben a teljes megsemmisülés várt volna rájuk. Vérontás, sok ezer halál, teljesen értelmetlenül. Görgei megkímélte 30 ezer katonája életét, és kész volt a magáét odaadni. Nem kötött személyes alkut, nem menekült a felelősség elől. Talán elég lesz, ha egymagam leszek annak áldozatja, írta Rüdiger orosz császári tábornokhoz írott levelében. Őszintén hitte, hogy mint teljhatalmú katonai vezetőt csak őt fogják kivégezni. Nem rajta múlott, hogy nem így történt, és neki még 67 évig kellett élnie. Élő vértanúként, ahogy Móricz Zsigmond nevezte. Amikor 98 esztendősen elhunyt,
már benne jártunk az első világháborúban. Gyászjelentésében így fogalmaztak azok, akik a legjobban ismerték. Csodálatos hős volt a csatákban és a tűrésben egyaránt. Sem az ellenségtől kapott súlyos seb, sem a fájdalmasabb lelki sebek miatt jajszóra soha nem fakadt. Magasztos nyugalmát és holtig töretlen derült bátorságát tiszta lelkismeretéből, Istenbe és nemzet jövőjébe vetett rendületlen hitéből merítette. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Zavarni könnyű, csomót oldani nehéz, írta Kossuth Lajos 1848. júliusában. Ekkor még remélni lehetett, hogy hazánk modern polgári átalakulásához és önállóságához szilárd alapot biztosít a felelős magyar kormány és az uralkodó által szentesített törvény. Nem így lett. Magyarországnak fegyverrel is védenie kellett igazát. Tudta ezt Görgei Artúr is, amikor 1848-ban a frissen toborzott magyar honvédségbe szolgálatra jelentkezett. Kossuth kezdetben Görgei legnagyobb pártfogója, utóbb az árulásvád legelszántabb hirdetője volt. Egy politikus és egy hadvezér. Vitájukat csak is az igazságot precíz, kitartó munkával feltáró történettudomány ítélheti meg. Nekünk azonban sosem kell választanunk közöttük. Ahogy a forradalom és a szabadságharc többi sokféle hőse között sem. De csomót oldani, az igazságot keresni és méltón emlékezni mindnyájunk közös feladata. Ma éppen ezért vagyunk itt, megadni a tiszteletet, fejet hajtani a 200 esztendeje született Görgei Artúr, a magyar történelem egyik legnagyobb, legsikeresebb, legbátrabb, zseniális hadvezére előtt. Adamante notare. Emlékét örökre felvésni. Most felkérem Áder János köztársasági elnök urat és Félegyházi András polgármestert, leplezzék le a szobrot. Kérem, most hallgassák meg a tábornok tiszteletére komponált zeneművet. Hangozzék fel a Görgei induló, a Magyar Honvédség Szentendrei Altiszti Akadémia fúvós zenekarának előadásában. Karnagy Rixer Krisztián.
Kérem, hallgassák meg Dévényi Sándor Kossuth díjas építész, a Nemzetművészének, a Visegrádi Szoborpályázat Bíráló Bizottság tagjának méltató szavait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök úr! 1849. július 3-án, kedden reggel két törzsorvos hajolt Komárom városában, a Szálki házban egy sebesült katona fölé. A gránátrepesz csúfmunkát végzett, jó 12-15 cm hosszan ferdén átszakította a koponya tető csontját, és az orvosok a hatalmas sebbe tekintve láthatták, hogyan emelkedik és süllyed az áldozat agyveleje, az érverés és a lélegzés kettős ütemének engedelmeskedve. Az agyburokra néhány éles csontszilánk tapadt, a seb ellátása előtt ezeket kellett eltávolítani. A fájdalmas művelet során a sebesült elvesztette eszméletét, pedig kemény katonának ismerték. Dr. Mihálik Viktor és Dr. Rozerevszki Károly a hadjárat során nem először látott csúnya sebet, most mégis eszükbe kellett jusson, bármennyire lekötötték és figyelmüket a csontszilánkok, hogy nem akárki sebesült, és hogy abban a lomhán lüktető agyvelőben a szabadsághoz katonai történetének sorsdöntő tapasztalatai lakoznak, tervek szunnyadnak. Katona Tamás kezdi így Görgeiről szóló tanulmányát. Erről az esetről Görgei a Életem és működésem című művében csak ennyit ír. Merőn a felém közeledő huszárokra szegezett szemmel igyekeztem kiolvasni mozdulataikból, vajon értik-e a veszélyt rejtő pont felé való mutogatásomat. Egyszerre csak erős ütést kaptam, és éreztem, hogy meg vagyok sebesülve. Ettől fogva kalapomat arra kellett használnom, hogy jobb kötés híján a fejemre szorítsam. Ezután estig tovább vezette a csatát, a komáromi ütközetet. Fantasztikus elszántság. Görgei a tavaszi hadjárat sikerei ellenére látta a honvéd hadsereg erejének határait, katonai sebezhetőségét. Amikor a szégyenletes olmüci alkotmányban március 4-én Ausztria szétdarabolta és gyakorlatilag megszüntette a Magyar Királyságot, Kossuth és a debreceni országgyűlés kétségbeesett lépésre szánta el magát a detronizáció kimondására. Görgei tudta, hogy a honvédség ereje a nyílt szembenálláshoz csak végesen lesz elegendő. Sejtése tragikus bizonyságot nyert, amikor májusban 200 ezer katonával megindult az orosz invázió. Az orosz gróf Rüdiger júliusban a reménytelen helyzet miatt megadásra szólítja föl. Ez Rüdigernek írt első levele. Elnök úr a második levelét idézte, az már világos, illetve Újaradon született. Nos, megadásra szólító levélre ezt válaszolja, július 24-én. Nekünk mindaddig küzdeni kell, amíg polgártársainkat meg nem mentjük a leigáztatás veszélyétől, vagy amíg az egyenlőtlen küzdelemben el nem vérzünk. Eleinte Kossuth-tal ebben az időben vált nyilvánvalóvá. Mégis vállalta a kormány menekülésének fedezését Törökország felé, sőt Kossuthot bíztatta, életben maradásával, emigrálásával, külhomból még tud segíteni a hazán. Aztán jött világos. A magyar sereg emberállománya és becsülete meg lett mentve. Kossuth Görgei helytállását a Vidini levéllel állálta meg szeptember közepén. Árulással vádolva őt, amely vád elterjedésével sokak szemében Görgei valóban árulónak tűnhetett. Számüzetésében hazatérve ez váltotta ki sok évtizedes visegrádi magányát, visszavonulását. Görgei nagyságának ismertetése nem az én feladatom, hiszen ma már nemzetünk legnagyobb hadvezérei között tartják számon. Mégis fontos megidézni múltbeli sikereinket, mert a veszteségeink árát amúgy is érezzük. De sikerek nélkül nem lennénk itt ezer év után is, magyarként, magyarul. Tehát a sikerek a fontosabbak. Talán megengedik, hogy kikapcsolódásképpen elmondjam önöknek, hogy miért éppen én képviselem ezen az ünnepen a Magyar Művészeti Akadémiát. Alpolgármester úrnak, aki itt van jelen, egyszer elmeséltem nagyapámtól, aki
itt született Maroson, hallott egy családi legendát. Illetve hát ő mesélte nekem egy családi legendát. Dédapám Lanzerics Antal az 1870-es-80-as években tanár volt itt a Nagymaros iskolában. Esténként gyakran csónakba ült, és átevezett egy tarokpartira Visegrádra. A tarok abban az időben elterjedt kártyajáték volt a magyar nemesség körében. Partnerei a helyi plébános és Görgei Artur voltak. Nos, ennyi a családi legenda, amit én szeretettel őrzök, és adok tovább gyermekeimnek, unokáimnak, és most önöknek is. Tisztelt hölgyeim és uraim! Köztéri szobrok állításáról sokan kétkedve vélekednek, mondván csak politikai üzeneteket hordoznak, amelyek nem állandó értékűek. A nagy közönség megszólításának ez már egy elavult eszköze, stb. Szkok Iván szobra bizonyítja, hogy nincsen igazuk a kételkedőknek. Az időtlen nemesség az, ami ezt a szobrot közérthetővé és örök érvényűvé teszi, amelyik most itt, Visegrádon otthonra talált. Ezzel Szkok Iván szinte a város házi művészévé is válik a mozi nagyszerű szekkójának megfestése után immer újabb nemes alkotással. A szakértő zsűri Barász Tamás, Lukács István, Péterfi László műveit is elismerve ifjú Szlávics László és Szkok Iván művét javasolta felállításra Visegrádon. Az előbbi allegórikus alkotásának felavatása meg is történt ez év januárjában. Most Szkok Iván művét avatjuk. Kiemelhetjük a szobor szépen formált plasztikáját, lírai mondandóját, de ez a szobor több a formai szépségnél. Átsugárzik az idősödő, magába zárkózó, nem mentegőtőző, de soha meg nem alkuló ember személyi drámája. Ahogy Szkok Iván nekem itt az avatás előtt elmondta, a kéz a lélek tükre, és a szobron látható az érzelem, a hűség, az erő és a bezártság kézmozdulatai. Görgeit környezete nem fogadta el. De ő lelki belső békét sorsában megtalálta, és ehhez biztosított számára Visegrád nyugodt színteret, és most már biztosít mindörökké. Végül a hű barát Leiningen Westerburg Károlynak az aradi síralomházban írt sorait idézem. Ilyen volt hát ez a Görgei. Minden erényével és hibájával férfi a szó legnemesebb értelmében. Hős. Köszönöm a meghallgatás. Tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat erre az ünnepi alkalomra. Zárásként kérem, énekeljük el közösen a szózatot.